A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A hármas választókörzet ügyes bajos dolgaival foglalkozunk. Ma jó estét kívánok, ez itt a Kökstér Extra. Vendégem pedig nem más, mint Horváth Miklósné, a Víziváros önkormányzati képviselője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is szeretettel üdvözlöm a tévénézőket. Munkálatok kezdődnek hamarosan a Vízivárosban, pontosabban a Gáz utca környékén. Régóta várják ezt a fejlesztést. Mi lesz ez pontosan, és mit tudhatunk róla? Mennyi ideig fog tartani, mikor kezdődhet? Több helyen kezdődtek, illetőleg már vannak helyek, ahol be is fejeződtek a munkák, de az, ami a legnagyobb lélegzetű, és amit nagyon régóta várnak, ez valóban a Gáz utcai garázsról. Ez 2020-ban már terve volt véve, a költségvetésbe is, de hát kiszámított akkor arra, hogy ilyen évek jönnek. Akkor tulajdonképpen a fejlesztéseket nyilván vissza kellett fogni, mindenki tudja, hogy milyen nehézségekkel küzdöttünk. Tehát akkor egy ilyen nagyobb lélegzetű fejlesztést, mert ott egy egész utcának az utca szerkezetét is át kell, az útszerkezetet át kell alakítani, és a négy emeletes házak közötti bemenő aszfaltozást is felújítani, és ez tulajdonképpen egy U alakú rész, hiszen az egyik oldalon ott vannak a Rákóczi utcai négy emeletesek, a másik oldalon, ami még szintén Víziváros, a Vízivároshoz tartozik, az pedig a Gáz utca 1 ABCD, amelyik 10 emeletes ház, tehát a garázssor van középen. És olyan szerencsétlenül alakították, hát általában lebetonoztak itt mindent Vízivárosban tulajdonképpen, hogy évek óta a víz, hogyha esik az eső, akkor az lejt befele, de nem nyeli el a csatornarendszer, hanem lefele megy a garázsba. Tehát teljesen egyértelmű volt, hogy itt a garázssorban tökéletesen igazuk van, amikor kérik azt, hogy itt valamit próbáljunk csinálni, mert hát az autóik nincsenek tulajdonképpen biztonságban, és ázik a garázssornak a fal, ami ezen az oldalon, különösen a bemeneti részen. A másik oldal az jobb állapotban van, de hát az sem igazi. Úgyhogy most végre, 3 év után eljutottunk oda, hogy nem képviselői keretből persze, meg nem a képviselőknek leosztott központilag az önkormányzatból, a önerős fejlesztésekből, tehát a Sára Gyula programból, hanem az önkormányzat központi keretéből kiírtak egy közbeszerzést, amit megtörtént a múlt héten, 2 héttel ezelőtt talán megtörtént a közbeszerzésnek a jóváhagyása, és megvan az eredménye is, megvan a kivitelezői, és most már csak a szerződéskötés van vissza, és akkor megtörténik a munkaterület átadás, és hála Istennek végre elkezdődhet a munka. Nagyon remélem, hogy szép őszünk, indián nyárunk lesz, és ezt a munkát, ami hát gyorsan fognak dolgozni, azt én tudom, mert ismerem a kivitelezőt, és nagyon sokat dolgozik Vízivárosban, és nagyon jó minőségben. Tehát, de 3 hetet biztos, hogy igénybe kell, hogy vegyem. És azt jelenti, hogy az a bejárati része, ami ugye a Gáz utcáról, a páratlan oldalról megy be, egy U alakba, azt fogják lezárni. Na most teljes egészében lezárásra hát kerül. Hát muszáj lesz, mert az egész pályaszerkezetet föl kell tárni, előtte meg kell egyeztetni kellett mindenkivel, a Fehérvíztől kezdve a szépünk, ahol vezetékek vannak a föld alatt, ott mindenkinek végig kellett nézni. Azért tartott ez ilyen hosszú ideig, hogy mindenki, aki érintett a szolgáltatásba, tudja véleményezni, hogy oké, rendben van, el lehet kezdeni a pályaszerkezetnek a felújítását. És ha már az, akkor nyilván a négy emeletes házak között ott vannak parkolók, belső parkolók, és ahhoz egy aszfaltút vezet be mindegyikbe, a közökbe, és annak a felújítását is meg fogjuk csinálni, és nyilvánvalóan hát adnak a járdát, akkor a járdaszélet, tehát az egy nagyon komoly dolog. Úgyhogy én tudom, hogy nagyon várják a lakók, és azt is tudom, hogy a végeredménynek nagyon fognak örülni. De
Én azt kérem, hogy most tényleg türelmet fogok kérni, amikor az a munkatárgy... 3 hét azért nem lesz egyszerű akkor. Igen. Tehát már most el kell kezdeni gondolkodni az ott lakóknak, akik autótulajdonosok, hogy hol fognak parkolni, mert oda nem fognak tudni bemenni. És ezzel minden ilyen dolog, ezzel a kellemetlenséggel jár, de hát ezt másképp nem lehet megoldani. Tehát régről várjuk. 2020-ban gyűjtöttünk aláírásokat már, vagy 19-ben még, hogy majd ezt meg fogjuk csinálni, és most végre tényleg megint abban a helyzetbe került az önkormányzat, hogy ezt meg tudja csinálni. Tehát én mindenkit arra kérek, hogy a jót nézzék ebbe, és örüljünk neki, hogy végre az első szakasza megtörténik, és hát tavasszal a másik oldalát, mert egyszerre az egészet nyilván nem lehet lezárni, mert akkor ott vége. Tehát ez a legjobb hír, ezt lehet mondani. De hát ezen kívül még jó hír volt az is, hogy tulajdonképpen nagyon szerencsés, nagyon jó, sikeres tárgyalásokat folytatott az önkormányzat az energia cégekkel, szolgáltatókkal, a gáz és a villanyárával, mert az, amit jó gazda módjára félretettünk pénzt arra, hogy nem tudni, hogy hogyan fognak alakulni az energiaárak, mert egy olyan turbulencia van itt minden szempontból az utóbbi években, ezért kell, hogy legyen olyan tartaléka az önkormányzatnak, hogyha fölfele mennének az árak, akkor is meg tudjuk biztosítani az intézményeink számára a fűtést, világítást nyilván. Tehát olyan szerencsés és olyan jó tárgyalások voltak, hogy abból is maradt meg egy részpénz. Tehát a mi 30 ezer forintos keretünket, amit az egyéni képviselők a 14 választókerületbe kaptak felújításokra, főleg a Sára Gyula program. 30 ezer forintos? 30 milliós, bocsánatot kérek. Hát, én 1000 forintokban gondolkodom, bocsánat. 30 millió forintos, igen. Az a 30 milliós keretet menet közben 23 millióval még meg lehetett emelni, amikor lezajlottak ezek az energiatárgyalások, úgyhogy 53 millióból lehetett újra gazdálkodni. Így aztán azokkal a megemelt szolgáltatói árakkal, mert azért ezek nem 18 meg 19-es árak a szolgáltatók részéről sem. Nagyon nem. Bizony nem, szóval nagyon emelt árakon megy. Azokkal együtt azért meg lehet csinálni vízivároson belül, lehetőség volt arra, hogy egyrészt befejezzük a 2022-ben elmaradt egy utca, egy járdányi részt, mert azért 30 millióba, hogy a kedves nézők is értsék, 30 millióba nem fért bele a Sarló utca 23 és 11, a két leghosszabb keresztbeálló tizenemeletes háznak a járdái, amelyek mind a két oldalról vagy játszótér, vagy pedig parkoló övezi. Tehát a legnagyobb forgalom ezeken a járdákon zajlik, mert itt menne keresztül, a Szolgalmi úton is keresztül ki a Budai útra. Tehát nem csak a lakók veszik igénybe, hanem gyakorlatilag mindenki. A Sarló utcából még olyanok is, akik a Királysoron keresztül mennének ide. Tehát ezek nagyon lepusztult állapotban voltak, lehet, hogy nem mindegyik látszott, de olyan hajszálepedések voltak, amik utána az alatta lévő, feszítették az alatta lévő betonréteget. Tehát lehet, hogy kívülről nem látszott annyira, de azért itt az ember inkább a műszakiaknak a véleményére hagyatkozik, amikor ilyenkor végig gondolja, hogy hol kell felújítást végezni. Lényeg, ami lényeg, hogy a 4 járdából 3-at tudtunk megcsinálni, 30 millió forintból 3-at. És összehasonlításként 18-ban egy 104-es parkoló 19 millió forintba került, a 104-es parkolók, tehát nagyon fölmentek az árak. Na, ebből a 23-nak a bejárati, tehát a játszótér felüli részét kellett meg, most csinálták meg, az már készen van. És ami szintén elmaradt, csak terve volt végbe, az pedig az a Sarló utca 14 előtti belső járda, hát ott az tényleg az botlásveszélyes is volt, meg nagyon rossz állapotban volt, illetve a 16. Ezt is most vége van a kivitelezésnek, hamarosan azt hiszem, hogy be is tudjuk mutatni, hogy hogy néz ki. És ezen kívül, amit én nagyon régről megígértem, és ilyenkor mindig az embernek van egy olyan érzése, hogy jaj, hát nem szeretek ígérgetni. A
a Budai útnak azokat a házak, a 48-tól a 90-ig, amik mennek, 88-ig, annak a hátsó oldalánál, amik a parkolók felé néznek, és ott egy szolgálmi út is van, ott azoknak tulajdonképpen elég rossz állapotban voltak a hátsó bejáratok. A legrosszabb állapotban az a 64 melletti volt, a 64-től a 68-ig, tehát az el is készült. Most viszont készen lett már, most ebben az évben 48-52, és a 68-72 között viszont azért egy rövid területet meg lehetett csinálni, úgyhogy hogy azt műkövezték, hogy oda be tudjanak még állni autók, mert a másik, ami vízivárosban van, hogy igen szükösen nézünk ki parkolóval, bár erre is azért minden alkalommal elmondom, hogy 400 körüli parkoló van a Sarló utca 25 és a 30 között, az sinek helyén, plusz még ott van 205 parkoló a fűtőerőműnél. Igen, azért az elmúlt években nagyon, rengeteget létrehoztak. És bizony ez a fűtőerőműnél két részből is áll az egész, és bizony az olyan 60-70%-ban van csak kihasználva. Mert mindenki szeret a saját háza előtt állni, sajnos az kivitelezhetetlen. És olyan garázslejárókat is, vagy bejárókat is arra használnak, hogy ott keresztbe kasba parkolnak az autók. Szóval én arra kérnék, és mindig kérek mindenkit, hogy nem azt kéne nézni, hogy a másiknak mi van, és a másik helyen mit csináltak meg, hanem azokat az autókat le lehetne vinni 80-100 méter. Nincsenek nagy távolságok vízivárosban. Tehát én értem, hogy amikor valaki bevásárol, és nem abba a spárba vásárol be, ami ott van a szomszédban, a 23-nál, vagy az Interspárba, onnan nem is egészen értem, hogy autóval miért kellene onnan a szemben lévőknek, bárkinek is bevásárolni, de mindegy, mindenkinek joga az, hogy úgy dönts el, hogy ott vásárol, ahol akar, vagy másut vásárol, mert mást akar menni. Meg lehet állni addig, amíg az ember bepakol, de utána tényleg abba a kivilágított, ostornyeles, hatalmas parkolóba tényleg olyan nehéz oda lemenni, hogy nem, nem csak az ablakból látom az autómat. Tehát azért van egy-két hely Székesfehérváron, meg úgy Magyarországon, meg az egész világon, ahol nem tudják közvetlen az ablakuk alatt parkolni a kocsikat. Tehát, és itt nincsenek nagy távolságot, tényleg csak ezt tudom javasolni, hogy gondolják végig, 80-100-150 méter van, és most ezt különösen azokat kérem, akik mondom ott a Királysor, hanem a Rákóczi utcánál, hogy békésen bírják ki azt a három hetet, mert értük történik ez végre valahára. Az is igaz, hogy azokat a külön képviselői kereteket, amit 10 milliókat szoktunk kapni, különösen az utóbbi időben, azt 3 éve már majdnem megfelezték, tehát a 6 millióból kellett kijönni, ami kisebb dolgok. De én tudom azt, hogy ezeknek a kisebb dolgoknak, ami egy pad jelenthet egy padot, vagy jelentheti azt, hogy csináljuk a kiskertet, kerítsük be, vagy legyen komposzt, vagy legyen virág. Szóval ilyeneknek sokszor jobban örülnek az emberek, mert a mindennapi életüknek a része, ott laknak, az az otthonuk, tehát nyilván szeretik, hogy az a környezet az szép legyen. Aztán a játszóterek. Mert hát hála a jó Istennek nagyon sok kisgyerek van. És a játszótereken játékok kellenek, azok is fontosak. Aranyárban vannak, kár is csókolom, azok is aranyárban vannak. De idén most október 15-éig fognak kitenni két játékot a Rákóczi utca 39-hez, végre sikerült, és november 2-áig pedig további játékokat visznek a Budai út 90-hez, és a Királysorhoz, és a Sarló utca 2-höz. Úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerül örömet okozni, és még lesz olyan szép idő, hogy nem csak a hóba tudják használni ezeket a játékokat. Mindegy, milyen az idő, a gyerekeket ki kell vinni a játszótérre. Igen, és kell nekik. Hát örüljünk nekik, hogy vannak gyerekeink, örüljünk nekik, hogy játszhatnak, hogy ott a szülők beszélgethetnek közben, mert ez mind azt jelenti, hogy akkor egy olyan közösség van, ami igaz, hogy kis helyen van, igaz, hogy nincsenek nagy közösségi tereink, de azért mégiscsak lehet ismerkedni, barátkozni, és az azért szebbé teszi az életet, hogyha tudunk beszélgetni. És
Saci néni, én azt mondom, hogy akkor most körbeértünk, és nem is kérdezek már semmit. Nagyon szépen köszönöm, hogy újra eljött hozzánk a stúdióba. Én köszönöm és a lehetőséget. És további sok sikert kívánok a munkájában a hármas választókörzetben. Nagyon kedves szépen nézőim. Köszönöm. Köszönöm a figyelmüket, köszönjük, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.